A hirtelen szívmegállás áldozatának segítése során nem minden automata külső defibrillátor, AED, egyforma. A Defi 5-es AED valós idei utasításokkal és felhasználóbarát. Az orvosi szakemberek által ajánlott Meditec Defi 5-es rendelkezik gyermekgyógyászati üzemmód gombjával, amely csökkenti a gyermekek teljesítményét és megakadályozza a szívizom égési sérülését. A LED kijelzők segítik az utasítások követését. Infravörös az adatátvitelhez a számítógépre. Kettő nyelv közül választhat. Öt hangerőszint, hogy tisztán hallja a hangot és bárhol használhassa a készüléket. A DeFi 5-es napi, heti és havi önellenőrzéssel rendelkezik, amely segít megállapítani, hogy az AED készen áll-e a használatra vagy sem. A készülékhez tartozik egy AED hortáska, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket anélkül használhassa, hogy kivenné azt. Van egy rekesz az első számára és egy biztonságos rekesz az ID elektroda hogy megvédje azt a víztől és portól, valamint fényvisszaverő az éjszakai használathoz. A készülékhez mellékelt DeFi Soft számítógépes szoftver megjeleníti a DeFi 5-es használata során elérhető állapotinformációkat, például az esemény időpontját, a leírást és a beteg elektrokardiogramját, a számítógépes szoftveren keresztül a súgók nyelve és a hangerő is megváltoztatható. Nézzük meg az ARD DEFI 5 -st. A kommunikációs port, infravörös port az adatátvitelhez a PC-hez. Állapotjelző ledek segít az utasítások követésében. Sokkoló gomb felszólít a megnyomására, ha teljesen feltöltött és pirosan villog. Kimeneti hangszóró az útmutatási utasításokhoz. Módgomb a gyermek vagy felnőtt üzemmódhoz tartozó teljesítménytartomány kiválasztásához. Kézi hordozó, az AED kényelmes hordozásához és könnyű megfogásához. Kikapcsoló gomb a készülékbe és kikapcsolásához, valamint az AED csatlakoztatásához a számítógéphez. Elektródajzat az elektródák AED-hez való csatlakoztatásához. Vizuális utasítások a lépésről lépésre történő útmutatáshoz és segítségnyújtáshoz. Készüléktok kemény nagy szilárdsággal rendelkezik, könnyű és rugalmasságot és ellenállást biztosít. Ha valaki eszméletlen, először ellenőrizni kell, hogy lélegzik-e és reagál-e az ingerekre. Ha nem reagál, azonnal hívja a mentőszolgálat számát és jelezze az esetet és a tartózkodási helyét. Figyeljen a melkas mozgására és hallgassa a légzés hangját, majd tapintsa meg a eszáján kijövő levegőt. Ellenőrizze a sérült púzusát úgy, hogy a mutató és középső ujját a légcső mellé helyezi a nyakára, vagy a két ujját a csont és az íny közé, a sugár artéria radialis fölé helyezi. A lehető leghamarabb kezdje el az újraélesztést, mert 10 perc elteltével az agykárosodás visszafordíthatatlan, és tudja, hogy az áldozat megmentése valóban az önkezében van. Az újraélesztés során a vér mozgásba hozása eltart egy ideig. Ezért nagyon fontos, hogy erősen és gyorsan nyomjon, hogy növelje a nyomást, hogy a vér az agyba áramoljon. Nyomjon legalább 5 cm mélyen, hogy összenyomja a szívet és a vér kiáramolhasson. A véráramlásának fenntartásához percenként 10-0-120 szoros nyomásra van szükség. Készítsen elő két légzést az áldozat megmentéséhez. Tartsa vissza az első légzést egy másodpercig, és figyelje meg, hogy a melkas emelkedik -e. Adjon második lélegzetet, ha a melkas emelkedik. Ha a melkas nem emelkedik, ismételje meg a döntést és az állfelemelését, majd adja meg a második lélegzetet. Egy ciklus 30 melkas kompresszióból, majd két lélegeztetési ciklusból áll vigyázzon, hogy ne vegyen túl sok levegőt, és ne lélegezzen túl erősen. Folytassa a melkasi kompressziót a véráramlás helyreállítása érdekében. 30 melkasi kompresszió, majd két lélegeztetés. A DeFi 5-es AED bekapcsolása után a hangutasításokat követve elkezd beszélni. Ki kell választania az üzemmódot, a felnőtt vagy a gyermek üzemmódot? Utasítást kap, hogy helyezze a párnát a páciens csupasz melkasára a műanyag lapon látható módon. Ezután utasítást kap, hogy maradjon távol a betegtől, és ne érintse meg, amíg a DeFi 5-es elemzi a szívritmust. Vegye le a ruházatot a beteg melkasáról. Nyissa ki az elektródák csomagolását. Vegye le az elektródákat a védőfóliáról. Ha az áldozat felnőtt, helyezze az elektródát a jobb felső melkasra és a bal alsó melkasra. Az elektródát kétféleképpen lehet felhelyezni a gyermekre. Ha a gyermek teste nagy, helyezze az elektródát a felnőtt helyére, ha a két elektróda nem ér össze. Ha a gyermek teste kicsi, Helyezze az egyik párnát a melkas közepére, a másikat pedig a hátára, ha a beteg teste kicsi és a két elektróda összeér. Ha a ritmus így néz ki, láthatja, hogy a szív már nem pumpálja hatékonyan a vért, ez egy halálos ritmus, és gyorsan meg kell állítani. Amikor a Defi 5 es automatikus defibrillátor elemzi a szívritmust és erre a következtetésre jut, hangutasítással felszólítja Önt, hogy nyomja meg a piros sokkológombot. A DeFi 5-es készülék elektromos áramot küld a szíven keresztül és vissza. Az áramütés célja, hogy a koordinálatlan szívritmust egy nagyon rövid időre teljesen megállítsa, és esét adjon a normális állapotba való visszatérésre. Tedd meg a legjobbat, és ne add fel! A DeFi 5 automatizált külső defibrillátor lehetőséget ad arra, hogy valaki életét megmentse. DefiSoft A DefiSoft egy olyan számítógépes szoftver, amely támogatja az infravörös úton küldött adatok fogadását. Az elektrokardiográf hullámok kiolvasását, a DeFi 5-es nyelvének és hangereinek beállítását, valamint a felvételi adatok mentését. A bekapcsoló hosszú megnyomása bekapcsolja az infravörös érzékelőt. A DeFi Soft nyelvének kiválasztása után adja meg a készülék sorozatszámát, és a bekapcsoló gomb hosszú megnyomásával aktiválja a DefiSoft adatrendszerét. A DefiSoft megjeleníti a Defi 5-es működése során rögzített állapotinformációkat, beleértve a típust, az esemény idejét, a leírást és az elektrokardiográf hullámokat. Az elektrokardiográf hullámforma erősítése 5 mm, 10 mm vagy 20 mm értékre állítható. A hullámforma sebessége 12,5 mm 25 mm és 50 mm értékre állítható. Az adatok kinyomtathatók és elmenthetők.